Érdemes-e biológikusan nevelni a gyermekeinket, és ha igen, hogyan tegyük ezt? Én nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy egy újszülött csecsemő tisztán érkezik erre a világra, de aztán rá kellett jönnöm, hogy ez nem így van, mivel 9 hónapig egy a magzat az anyukájával, és ez a pici baba minden érzelmét az anyukájának átveszi, és így jön a világra ezzel a szép kis csomaggal. A szülők is, illetve a környezet is a gyereknél magvakat hint el a kis tudatába, tudatalattiába, és idővel ezekből lesznek a hiedelmek, hitrendszerek. Nem mindegy véleményem szerint, hogy milyen hiedelmet ültetünk el a babába, gyerekbe, nem mindegy szerintem, hogy például egy hideghez hogy fog viszonyulni egy gyermek vagy egy fiatal felnőtt, hogy a hideg veszélyes-e, ártalmas, vagy szimplán csak hideg, de nem ártalmas. Nem is olyan rég olvastam az egyik közösségi oldalon egy cikket, ahol az illető felháborodva írta a posztot, hogy a mai fiatalok, ez a 16-20 éves korosztály, hogyan öltözködik, hogy kiskabátba járnak, kint van a derekuk, akkor ilyen háromnegyedes nadrágokba, kis cipőkbe, kint van a bokájuk, és a cikk arról szólt, hogy ezekből lesznek a felfázások, a vesemedence gyulladás, illetve meddőséget okoz. Hogyha egy fiatalnak az a hiedelme, hogy ez valóban így van, tényleg a hideg okozza a meddőséget vagy a felfázást, akkor valóban ez az elhintett hiedelem, ez idővel benyomódik ez a nyomógomb, és valóban felfázásos tüneteket fog produkálni. Viszont ha valakinek az a hiedelme, hogy a hideg nem ártalmas, konfliktusok hatására indul be egy elváltozás, akkor tudni fogja azt, hogy hát ez nem a hidegtől van, hanem elszenvedtem egy fészek határ kijelölési konfliktust, és én el tudom képzelni azt, hogy ez a 16-18-20 éves korosztály az, aki próbálkozik a párkapcsolattal, de hát nem mindig sikerül, és előfordul az, hogy esetleg egy lánynak, ha van egy barátja, jön egy másik leányzó, aki szemet vetett a fiúra, és a hölgynél beindul egy olyan konfliktus, hogy hát az a fiú az enyém, hozzám tartozik, az én fészkemhez, ő az én tulajdonom, és beindul ez a gyakori vizelési inger, konfliktus aktív szakaszban van ilyenkor a leányzó, beindul a gyakori vizelési inger, ilyenkor még nem érzékel fájdalmat, meg semmi egyéb tünete nincsen, csak ez a gyakori vizelési inger. Aztán, ha valamiért megoldódik ez a konfliktus, akkor a szervezet helyreállításba kapcsol, és akkor az epileptokrízisben jön a vérzés, egy szúró, fájdalmas vizelés, ami elég kellemetlen tünetekkel jár. És például az állatoknál is megfigyelhető, én szoktam nézni, ugye, hogy sok-sok állattal foglalkozom, sok állatot láttam már, az állatok is kimennek a hóba, fagyba, leülnek, lefekszenek, és láttam már olyat, hogy didereg, nagyon-nagyon fázik az az állat, de olyat soha életemben nem láttam, hogy felfázott volna, vagy vesemedence gyulladást kapott volna. Na most, hogyha egy fiatal lánynál, aki ilyen lazán öltözködik, és az a hiedelme, hogy meddő lesz ettől a hidegtől, és 10-20 évvel később gyermeket szeretne, akkor benyomódhat ez a gomb, hogy nem fog tudni megtermékenyülni, és el fogja hinni azt, hogy hát most emiatt van. Miközben a meddőségnek van sok-sok lehetséges oka, de nem a hideg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos az, hogy mit ültetünk el a gyermekünkben. És azt, hogy ezt hogyan tegyük, én szerintem nagyon-nagyon egyszerű. Gyakran kell a gyerekekkel beszélgetni, hogyha ismerik a biológiai természettörvényeket, ha ismerik a biológiai működésünket, akkor tudni fogják, hogy az érzelmi konfliktusok hatására indulnak el az elváltozások, nem pedig a hidegtől, nem a melegtől, hanem egész egyszerűen konfliktusok. Nem fognak minket támadni vírusok, baktériumok, hanem ők dolgozni fognak a helyreállításban.